1929. február 14-e békés téli napnak indult Chicagóban. Valentin nap volt. Ez a nap a szeretetről és a melegségről kellett volna, hogy szóljon, de a hidegvérű gyilkosság napja lett. Ez volt a legnagyobb csapás a chicagói maffia történetében. Négy, valószínűleg Al Capone-nak dolgozó fegyveres megölte Bugs Moran 7 emberét. Ez volt a legsúlyosabb alvilági leszámolás Chicagóban, mely máig megoldatlan maradt. Valentin napi mészárlás. A mészárlás rejtélye évtizedek óta foglalkoztatja a nyomozókat, de az egyik gengszter fiát sem hagyja nyugodni. A házunk olyan volt, mint a Leave It to Beaver tévésorozat fegyverekkel. Ő Johnny Fretto, Beverly Hills-i üzletember, Lou Fretto maffia főnök fia, aki Al Capone-nak dolgozott. A mészárlás idején Capone fegyveresei az üzletről tárgyaltak a chicagói Green Mill Lounge-ban. Most Johnny testvérével, Tommyval és üzlettársával, Valival családi dolgokról beszélgetnek. Ha külföldre mész és azt mondod Chicago, azt mondják gengszterek, Al Capone. Olyan volt, mint az apa tudja műsor, vagy inkább a kereszt apa tudja. Az iskolában kérdezték a gyerekek, hogy mi az apád, tűzoltó vagy rendőr. Mondtam, hogy maszek. Hát az meg mit jelent? A magánszektorban dolgozik. 1967-ben került a mozikba a Valentin napi mészárlás című film. Lou Fretto elvitte a gyerekeit. Az apám végig kommentálta a filmet, ami kínos volt, mert tele volt a mozi. Nevetgélt és leszólta a filmet, hogy az nevetséges és hogy az emberek milyen buták. Szerinte egyik szereplőt sem ábrázolták valósághűen. Azt hiszem, meg akarta mutatni, hogy kiviseli a fehér kalapot, hogy ki a rossz fiú. De kik voltak a rossz fiúk? Ez a kérdés motoszkált Johnny Fretto fejében, miközben a Valentin napi mészárlás című filmet nézte. 1929. február 14-e délelőtt 10:30 Chicago Clark Street. A mészárlás rejtélye mögött négy kulcskérdés húzódik meg. Hol volt Bugs Moran nagyfőnök? Miért nem sejtettek semmit Moran emberei? Vajon a gyilkosok igazi rendőrök voltak? Az elkövetők szenvedélyből gyilkoltak. Az eset 80 évvel a mészárlás után sem merült feledésbe Chicagóban. Johnny Fretto családjában ez állandóan beszédtéma volt, ám Johnny sohasem tudta, hogy igaz-e, amit hallott.
Itt az ideje, hogy az egyik fegyveres fia lefolytassa a saját nyomozását. Ott kezdi, ahonnan az egész elindult. Pont szemben történt a Valentin-napi mészárlás 1929. február 14-én. Az autószerelő műhely, ahol a hét embert meggyilkolták, a North Clark Street 21-22 alatt volt. Most üres tér van itt, egy kis park az idősek otthona mellett, de akkoriban ez egy működő szerelő műhely volt. A fal, ami előtt lelőtték a srácokat, nagyjából itt lehetett. Persze az északi fal hosszan húzódott keletről nyugatra, de a szélessége észak-déli irányban úgy 8 méter volt. Az északi fal tehát körülbelül itt lehetett. George Bugs Moran, Chicago második legerősebb maffia főnökének bandája, előszeretettel mulatta az idejét a Clark Street-i szerelőműhelyben. Hogy ki volt a legerősebb maffia főnök? A férfi, akit csepphelyes arcúnak hívtak, Al Capone. George Moran és az emberei megpróbálták eltenni láb alól Capone-t, és előtte Capone főnökét. Ezt egy hosszú adok-kapok előzte meg, ami egymásnak ugrasztotta a két embert. Moran és Capone szemben állt, csak úgy, mint az írek és az olaszok. A harcok célja a SES és a szakszervezetek feletti ellenőrzés megszerzése volt. A kívülállók szemében Capone gengszter volt, de a Fretó család számára családtag. Az apácák és a papok a Kennedyket imádták, az olaszok Al Capone-t, hogy miért? Mert etette őket, gondoskodott róluk és munkát adott nekik. A nagymamánk imádta Al Capone-t, nem lehetett egy rossz szót szólni róla, mert lelökött a lépcsőn. Amikor az, aki legyőzte Al Capone-t, ment a tévében, megdobálta a tévét. Capone volt a gangster, akit Amerika imádott. Ő volt Robin Hood. A pénz, amit Capone ellopott a gazdagoktól, hogy a szegényeknek adja, a SES tilalomból származott. A Valentin napi mészárlás is erről a pénzről szólt. Capone milliókat keresett az illegális SES eladásával, és ebből semmit nem akart Bugs Morannek adni. A gengszterek élvezték ezt az életformát. A SES tilalom idején rengeteg pénzt kerestek, nagyon sikeresek voltak. Éjszaka szórakoztak, ittak, mulattak. A legtöbbnek szeretői voltak. Őszinte leszek magával. Személyes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy egy gangster fiaként sok szórakozásban volt részem. A chicagói éjszakai életet irányító gengszterek és alvilági bandák bordélyházakat és kaszinókat működtettek. Iszonyatos mennyiségű pénz került hirtelen az asztalra, ami azelőtt nem volt ott. Végső soron a konfliktus oka a terület feletti uralom körüli harc, ami közvetlenül összefügg az illegális SES kereskedelemmel. Mindenki nagyobb részt szeretett volna kihasítani a forgalmazásból. Pontosan. Igen. Így van, verseny van, megfélemlítés, és ha az nem vezet eredményre, akkor jön az erőszak. Valentin nap reggelén a szemtanúk úgy látták, hogy egy rendőrautó állt meg a Clark Street-i szerelőműhely előtt. A négy emberből, aki kiszállt, kettő rendőr egyenruhát viselt. Razzia! A gyilkosok ezt akarták Moranékkel elhitetni. A fickók, azaz a fegyveresek rendőrnek adták ki magukat, hogy bejussanak, de több okból továbbra is úgy tettek, mintha razzia lenne. A legfontosabb, hogy ezek a fickók állig fel voltak fegyverezve, ezért először el kellett tőlük venni a fegyvereket. A razzia során mindenkit falhoz állítottak. A csillaggal is ellátott kifogástalan rendőr egyenruhát viselő két férfi megmotozta őket, elvette a fegyvereket, stb. Ebben rejlett a terv zseniali. Igen. Eloszlatták a gyanújukat. Elhitették velük, hogy ők igazi rendőrök, és felsorakoztatták őket a fal előtt. Aztán elkezdődött a lövöldözés. A
A mészárlás csupán néhány másodpercig tartott. Amikor a rendőrség kiérkezett, Tom Loftus őrmester volt az első a helyszínen. Valóságos mészárszék tárult a szeme elé. Volt, akit több mint egy tucat lövés ért. Ezen a helyen voltak. Beslésem szerint a hét holttest valahol itt hevert, a műhely hátuljában, a sikátor felüli részen, nem annyira elő. Loftus felismerte, hogy az áldozatok a Moran banda tagjai. Frank Guzenberg áldozatban még pislákolt az élet. Loftus korábbról ismerte Guzenberget, és megkérdezte, mi történt. Guzenberg először azt mondta, a rendőrök tették. Élt még néhány órát, de a kórházba érve elhallgatott, és nem beszélt többé. Visszatért az alvilági szabályaikhoz, hogy nem szabad megnevezni a gyilkosokat. Amikor utoljára kérdezték, azt mondta, senki nem lőtt rám. 14 lyukkal a testében azt mondta, senki nem lőtt rám. Az egész nemzetet megrázta, amikor a helyszínen készült fotók az újságok címlapjára kerültek. Egy dolog volt hallani az alvilági leszámolásokról, és egészen más volt látni. Tony Berardi, az egyik fotós, aki a műhelyben fényképezett, azt mondta nekem, sok mindent láttam már, fotóztam lezuhant repülőt, mindent, de semmi nem rázott meg annyira, mint a Valentin napi mészárlás. Valóban döbbenetes kép volt, mely egyrészt megerősítette Chicago hírnevét, miszerint itt efféle erőszak előfordul, másrészt az emberekből kiváltotta az elhatározást, hogy ennek véget kell vetni. Washingtonban Herbert Hoover elnök kijelentette, hogy ideje megállítani a maffia által elkövetett erőszakot. Ez azt jelentette, hogy kapjátok el Al Capone-t. A sebbhelyes arcú rács mögé juttatása hatásos üzenet lenne. De hol volt Chicago maffia vezére Valentin napjának reggelén? Capone Miami-ban volt akkor, ami nem jelenti azt, hogy nem adhatta ki a parancsot. Miami-ban találkozott Dade megye államügyészével és egy brooklyni államügyésszel. Minden figyelembe véve jó alibije volt. Alibit félretéve, azok, akik ismerték Capone-t, például Johnny Fretto apja, azt mondták, az egész mészárlás túlzottan indulatos volt ahhoz, hogy a főnökük rendelje el. Szervezett bűnözésben a gyilkosságok nagy része fejlövés. Mindig fejlövés. Két tarkólövés. Ha a fejlövésnek ismerjük a következményét, az biztosan célra vezető. Hogy a világon akkor elérhető legjobb fegyverekkel az áldozatok testére lődözzenek, annak nem sok értelmét látom. Ami még érthetetlenebb, hogy Capone 7 embert eltett láb alól, de kihagyta Bugs Morant. Egy olyan fickó, mint Al Capone, aki irányította a politikát és a várost, egy óriási várost, ekkora hibát követne el, vagy hagyná, hogy valaki ilyen baklövést kövessen el. Miután a mészárlás egyetlen túlélője meghalt, a rendőrség bizonyítékok és szemtanúk után kezdett kutatni. Ők is rendőröket láttak. 3-4 embert láttak elmenni kelet felé a Clark Street irányába. Kiléptek az ajtón. Ott állt egy autó. Látták, hogy két egyenruhás rendőr fegyvert szegez egy vagy két férfira, akik valószínűleg feltartották a kezüket, és beültetik őket a kocsiba, mintha gyanúsítottakat tartóztatnának le és vinnének el. Más szemtanúk látták a kocsi sofőrjét. Emlékeztek rá, mert hiányzott az egyik foga és az egyik ujja. Az utca túloldalán a rendőrség talált egy asszonyt, aki a második emeleten lakásokat adott ki. A nő elmondta, hogy két lakást adott ki két férfinak, de aztán a hátsó lakásban lakó azt mondta, hogy inkább egy kicsit többet fizet, és beköltözik az előső lakásban élő férfihoz. Elmondta, hogy előszeretettel üldögéltek a lakásban, és néztek ki az ablakon.
A Clark Street-i műhelyre néző lakásban a rendőrség talált egy levelet és egy gyógyszeres üveget, ami csak évekkel később vált fontossá. A legfontosabb bizonyítékokat a helyszínen találták, Thompson géppisztolyok és vadászpuskák töltényhüvelyeit. De sokak szerint, beleértve Johnny Fretto apját és családját is, a bizonyítékok nem sokat számítottak egy olyan ügynél, amit a rendőrség nem akart megoldani, ha csak Al Capone nem volt érintett benne. Szerintem nem tettek komolyabb erőfeszítést, hogy bármilyen módon felderítsék a gyilkosságot. Azt akarták, hogy merüljön feledésbe. Mindenki azt hitte, hogy Al Capone tette. Ez volt a leghihetőbb, és mindenki ezt szerette volna hinni. Három dolog miatt lett legendás a Valentin napi mészárlás. A brutalitás, Al Capone lehetséges érintettsége és a fegyverek. A mészárlás tette a Tommy Gunt, a Thompson géppisztolyt legendás amerikai fegyverré. A kámbolyosat és indiánosdit játszó gyerekek ezután gengszereset akartak játszani. A maffia gyerekei igazi fegyverekkel játszhattak. A nagybátyámnak volt egy bárja az alaksorban, és neki kettő is volt. Két Thompson géppisztolya volt az alaksorban. Egyszerűen elővettük és játszottunk velük, a nagybátyám nem szólt ránk. Nem voltak töltve, bár az is lehet, hogy igen, én nem tudom. Imádtam kézbe venni és megérinteni azokat a fegyvereket. Aztán, ahogy cseperedtem, kíváncsi lettem többek között arra, hogy öltek-e velük embert. A Tommy Gunokkal a maffia úgy gyilkolhatott, ahogy semmilyen más fegyverrel. A mészárlás helyszínén a rendőrség 70 töltényhüveit talált. Körülbelül egy méterről lőttek rájuk. A géppisztollyal egyesével is lőhettek, miután leadtak egy sorozatot. Bum, 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 hogy biztosra menjenek. Ha elhúzva tartod az elsütő billentyűt, akkor automata. De ha csak meghúzod, rövidebb sorozatokat is le lehet adni. Akkor csak röviden kell meghúzni. De ha folyamatosan húzod a billentyűt, akkor automata üzemmódban működik. Értem. Amikor a chicagói rendőrség megkezdte a nyomozást, sokan tűnődtek, hogy hogy fognak megoldani egy olyan ügyet, amit zsaruk követhettek el. Először is, ha a rendőrség benne van, akkor azt nyilvánvalóan szeretnék eltitkolni, ami azt jelenti, hogy megszüntetik a nyomozást. Aztán van egy egyszerű és megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a chicagói rendőrség korrupt volt, és sokan közülük Al Capone és a többi gengszter zsebében voltak. Calvin Goddard őrnagy valószínűleg a legkiválóbb ballisztikai szakértő volt az országban. Azt hiszem New Yorkban élt. Chicago tisztes polgárai pénzt gyűjtöttek, mondván, itt ez a probléma, amihez ide kellene hoznunk a vezető ballisztikai szakértőt. Berendezni neki egy laboratóriumot Chicago területén, és ez legyen a legfontosabb ügy, amivel foglalkozik. Calvin Goddard volt az első, aki bebizonyította, hogy minden fegyvercsöve egyedi nyomot, új lenyomatot hagy minden kilőtt lövedéken. Amikor a Tommy Gunok a nyomozás középpontjába kerültek, mindet megvizsgálta, amihez hozzájutott. Megvizsgálta a rendőrség összes gépfegyverét, hogy azok közül használták-e bármelyiket, de úgy találta, hogy nem. Ezért egy ideig a rendőrség azzal hencegett, hogy ez bizonyítja, hogy nem a rendőrség követte el. Természetesen ez nem bizonyítja, hogy a rendőrség nem volt érintett, csak azt, hogy nem voltak annyira buták, hogy a rendőrség által kiadott géppisztolyokat használják. Nagy nyomás nehezedett a chicagói rendőrségre, hogy tartóztasson le valakit a mészárlásért, ezért egy embert elkaptak. Géppuska Jack McGurn Capone egyes számú fegyverese volt. Jack McGurnnal biztosan találni indítékot, de kétlem, hogy közelett volna hozzá. Ezt is jó előre kitervelték, ahogy a zöld sapkások vagy a különleges erők egy katonai hadműveletet, ezért a legjobb olyanokat beküldeni, akiket az északiak ismernek. Őrszemeik vannak a műhelyben elől és hátul is. Ezek paranoiás, bizalmatlan egyének, nem engednek be bárkit. Egyetértek. Az őrszem figyel, és azt mondja, nézzétek, srácok, itt jön Jack McGurn rendőr egyenruhában a műhely felé. Igen. Mindennek vége. McGurnnek ráadásul alibije is van Valentin nap délelőttjére, egy szőke alibi. Louise Rolfe azt mondta, egész délelőtt együtt voltak a szállodában, és az ágyban reggeliztek. Azt vallotta, hogy McGurn nem hagyta el a szobát. Nem kérdés, hogy a nyakába varták volna az ügyet, ha tudják, de nem volt bizonyítékuk.
McGurn szabadon engedték. A mészárlás utáni hetekben Capone több fegyveresét holtan találták. Sokan úgy vélték, hogy Moran állt a háttérben, bosszút állt az emberei haláláért. A nyomozások azonban bebizonyították, hogy Morannek nem volt köze hozzá. Mivel nem sikerült semmilyen irányba elmozdulni és bárkit letartóztatni, a rendőrség annyi időt töltött a nyomozás védelmével, mint annak lefolytatásával. Miért nem tudták a gengszterek egy részét szóra bírni? El kell hinnünk, hogy a városban voltak olyanok, akik tudták, ki tette. Ezek a gengszterek viszonylag szűk körben mozogtak. A fegyveresek ismerték egymást. Nehéz elhinni, hogy senkit nem találtak, aki vallott volna. De talán nem is akartak. Nem akarták tudni az igazságot. Capone fegyvereseinek listáján lefelé haladva a rendőrség eljutott Fred gyilkos Burkehöz. Különös rendőrségi munkára bukkantak a múltjában. A rendőrség az államügyészt is beleértve belenézett az iratokba, és kiderült, hogy a fegyveresek megtévesztés céljából már használtak rendőr egyenruhát. Fred Burke bandája egy bankrablásnál vagy valami hasonlónál pontosan ugyanígy járt el. Ez stimmelt, ezért a hatóságok elkezdtek Burke után nyomozni. A rendőrség hónapokig kereste Burke-öt, de nem talált semmit. Decemberben viszont Burke találta meg a rendőrséget a michigani St. Joe-ban. Egy átlagos közlekedési baleset után Burke túl erősen reagált, ahogy csak a maffia gengszterei szoktak. Charles Kelly tiszt a fellépőn állt, és nézte Fred Burke-öt a volánnál. Látta, hogy ez a kocsiból előhúz egy 45-ös pisztolyt, letekeri az ablakot, és három lövést tereszt a tisztbe. A tiszt meghalt, Burke pedig elmenekült a helyszínről. A rendőrség átkutatta a házát, ami ma ingatlan iroda. Akkor egy egész fegyverraktár volt ott, tele lőszerrel és fegyverrel, beleértve két Thompson géppisztolyt. A fegyvereket azonnal elküldték Kelvin Goddard ballisztikai szakértőnek. Próbalövéseket végeztek velük, összehasonlító mikroszkópjával. Goddard ballisztikusan, igazságügyileg bebizonyította, hogy ezzel a fegyverrel 50, azzal pedig 20 lövedéket lőttek ki aznap. Ezt a két gépfegyvert használták a Valentin napi mészárlás során 1929. február 14-én. Attól a naptól fogva, hogy megtalálták őket, a fegyverek Berrien megye serifjének az irodájában voltak. Goddard ballisztikai vizsgálatai nem csak azt bizonyították be, hogy a helyszínen talált lövedékeket ezekből a fegyverekből lőtték ki, de azt is, hogy olyan gyorsan lőttek, hogy az áldozatoknak nem volt idejük megfordulni, reagálni és védekezni. Hű, micsoda érzés! Eltaláltam. Igen, a közepén. A közepén? A közepén. Rossz vagyok. Próbáljon egy másikat. A fegyverekkel percenként több mint 800 lövést lehet leadni. Micsoda érzés! A vérengzés során kilőtt 70 lövedék mindössze 5 másodperc alatt találta el az áldozatokat. A mészárlásnál használt fegyverek megtalálása nagy áttörés volt a rendőrség számára, de semmihez sem vezetett, még azután sem, hogy Burke-öt megtalálták és letartóztatták. Burke-öt soha nem hallgatták ki a Valentin napi mészárlással kapcsolatban, csak a rendőr meggyilkolása miatt ültették le. De soha nem hozták Chicagóba, és ki sem hallgatták. Nem kérdezték, hogy honnan szerezte a fegyvereket, vagy kinél voltak előtte. Vajon a rendőrség miért nem volt érdekelt az ügy felderítésében? Ha Burke volt a gyilkos, vajon Burke-öt védték, vagy saját magukat? Ez egy olyan ügy volt, amit a chicagói rendőrség nem oldhatott meg. Szerintem nem tettek semmilyen komolyabb erőfeszítést az ügy felderítése érdekében. Egyszerűen félretették. Hamis információk keringtek, félretájékoztatták az embereket. Ennyi. Egyáltalán nem foglalkoztak vele. Egy évvel a Valentin napi mészárlás után a rendőrségi nyomozás holtponton volt. Sokan gyanakodni kezdtek, hogy a rendőrnek öltözött gyilkosok talán mégsem igazi rendőrök voltak.
Az ott megjelenő rendőröknek azonosnak kellett lenniük a környéken dolgozó rendőrökkel, akiket ismertek. Nem lehettek ismeretlen arcok, csak olyanok, akiket nap mint nap láttak. A környéken szolgáló rendőr. Az emberek akkoriban elfutottak a rendőrök elől. Túl sokan voltak, ezért könnyű volt elszaladni és elbújni. De azért hátra nézel, ha csak nem bízol meg a gyilkosban. 1931. novemberében a chicagói ügyész hivatalosan lezárta a nyomozást. Azt mondta, a hét áldozat ismeretlen személy vagy személyek keze által halt meg. Véletlenül vagy sem, de azt a személyt, akit a rendőrség a mészárláshoz szeretett volna kötni, azaz Al Capone-t, adócsalással vádolták és börtönbüntetésre ítélték. Hirtelen az az ember, akiről mindvégig azt csugalták, hogy felelős, félre lett állítva. Így nem volt értelme tovább igyekezni azon, hogy Al Capone nyakába varják a dolgot. Egy ilyen ügyet talán sosem kellene lezárni. Ez volt az évszázad egyik leghíresebb bűnesete. Senki nem tudta, hogy Al Capone nem bújhat ki az adócsalás vádja alól, senki. De úgy látszik, valaki mégis tudta, mert senki nem aggódott azután, hogy börtönbe ment. A nyomozás ugyan lezárult, de újabb bizonyítékok kerültek napvilágra. A rendőrségnek nem igen volt oka arra, hogy Capone fegyveresét Gus Winklert kapcsolatba hozza a bűnesettel, amíg ő maga célponttá nem vált. Winkler halála után felesége Georgette memoárt írt, a mészárlással összefüggésbe hozva őt, miszerint Winkler Capone-nak dolgozó gyilkos volt. A memoárt elküldte az FBI-nak. Egy hónappal a bűneset előtt meglepve látta férjét George Götzel Capone fegyveresével. Felnéztem a székemből a nappaliban, és a szemem sarkából megpillantottam egy egyenruhás férfit a falnál állni. Félelmemben felsikoltottam, mert azt hittem, razziát tartanak a házban. De felnevettek, ezért még egyszer oda néztem, és láttam George Götzöt, tökéletesen ráillő rendőr egyenruhában. Götz jól érezte magát a jelmezben. Fel alá masírozott a házban, mintha razziázó rendőr lenne. Georgette Winkler most először adott információt a gyilkos rendőrök kilétével kapcsolatban. Valentin napon még többet megtudott. Aznap reggel a lapok csak a mészárlásról szóltak. A házba érve Gász arcába vágtam az újságokat, és bementem a szobámba. Úgy fel voltam dúlva, hogy sírni sem tudtam. Idővel megtudtam a teljes történetet. A fiúk rendőrnek öltözve autóval érkeztek. Bementek a műhelybe, falhoz állították a bandát, és lelőtték őket. Georgette Winkler a gyilkosok csoportját nem olasz származásuk miatt amerikai fiúknak nevezte. Azt mondta, hogy Fred gyilkos Burke adta a fegyvereket. A történet észszerűnek tűnt. A csapat nem Chicagóból származott. Rendőrnek öltöztek és nem ismerték fel őket. Winkler története mégsem keltett nagy figyelmet. Túl szép és rendezett volt ahhoz, hogy igaz legyen. Winkler történetével nem igen lehet mit kezdeni. A Valentin napi mészárlás után közvetlenül Winklert nem nagyon emlegették. Csak akkor vált fontossá, amikor a felesége megírta ezt a történetet, aki viszont el akarta adni a könyvet. Hadd mondjak valamit. Először is senki nem bízik meg az olyan rendőrökben, akiket nem ismer. Másrészt, tényleg elhiszik, hogy Detroitból kell gyilkosokat szerezni, amikor Olaszországból is könnyedén keríthettek bárkit. A háttérben a haszon állhatott, amit a könyvért kapott. Kapott egy kis pénzt, és senki nem volt az élők sorában, aki megkérdőjelezhette volna. Így van. Butaság. Csak pénzt akart keresni a könyvvel. Egy hónappal azután, hogy Georgette Winkler elküldte emlékiratait az FBI-nak, történetének nagy részét egy másik szereplő is megerősítette. Amikor a chicagói rendőrség a mészárlás után nyomozott, egy bizonyítékra bukkantak a Clark Street-i műhellyel szembeni megfigyelőhelyről. Egy gyógyszeres üveget találtak Byron Bolton névvel ellátva, aki szintén Al Capone köreihez tartozott.
A nyomozók nem akadtak rá, de 1935. januárjában Bolton találta meg őket. Egy St. Louis-i börtönben ült emberrablás miatt meglepő vallomást tett. Bolton szerint a mészárlás tervét egy Wisconsinban tartott megbeszélésen találták ki, melyet maga Capo nevezetett. Az amerikai fiúkkal akarták elvégeztetni a gyilkosságot. A célpont Bugs Moran banda vezér volt, hogy felszámolják a szeszcsempészettel kapcsolatos konkurenciát. Capone bandája az amerikai fiúkat vette igénybe. Ha olyanokra volt szükség, akik a műhelyben el tudták végezni ezt a munkát, akkor valószínűleg az amerikai fiúkhoz fordult. Bolton elmondása szerint a mészárlás reggelén ő volt a megfigyelő. Fel kellett hívnia a gyilkosokat, amikor George Bugs Moran és emberei megérkeztek a műhelyhez. Meglátta a csapatot és telefonált. Csak egy baj volt. Az egyiküket összetévesztette Morannel. Mindenkit küldjetek ide! Aznap reggel nem csak hideg volt, de havazott is. Chicagóban sűvített a szél a tó felől. Behúzták a fejükbe a kalapjukat és felhajtották a gallérjukat. Így nem könnyű felismerni George Morant. Igen, valaki elhamarkodta a dolgot. Valaki elszúrta, Capone nyilvánvalóan rettenetesen dühös volt Boltonra. El tudom képzelni egy ilyen eset után. Bolton vallomását sokan olvasták a lapokban. A történet egybevágott a rendőrségi bizonyítékokkal, de Georgette Winkler emlékirataihoz hasonlóan túl kevés volt és túl későn jött. Mivel Capone és embereinek egy része már rács mögött volt, nem nagyon állt érdekükben újra felnyitni az aktát. A mészárlással kapcsolatos feltételezések azonban nem szűntek meg. Bolton vallomásával egy időben napvilágra került egy újabb elmélet. Eszerint a gyilkosok igazi rendőrök voltak, és az indíték a bosszúvágy volt. 1935. januárjában a mészárlással kapcsolatban még egy elmélet merült fel egy levélben, melyet Frank Farrell illinoisi hivatalnok írt az FBI-nak. Első ízben vázolt fel olyan forgatókönyvet, miszerint a gyilkos rendőrök igazi chicagói rendőrök voltak, akik egy, a mészárlás környékén történt bűncselekményt toroltak meg. Itt történt, ugye? Igen, ott vagyunk. Sokan nem tudják, hogy a Clark Streetnek van egy másik része is, amelyet nem ismerünk. Igen, egy kicsivel tovább délre van egy étterem, melynek a neve C&O. Igen. Ez volt a gengszterek törzshelye. A hátsó szobában kártyáztak, ittak, és ha összefutottak valakivel, akivel gondjuk volt, időnként lövések is eldördültek. Farrell szerint két hónappal a mészárlás előtt a C&O étteremben William Billy Devern összeverekedett a Moran banda tagjaival. Devern tűzoltó volt, egy chicagói rendőrtiszt fia. Az ügy egy lövéssel végződött. Devern, egy rendőrfia, életveszélyes sebet kapott. A testét kidobták az Austin és Rush utca sarkán, az út szélén, és ott hagyták. Azt hitték, meghalt, de még élt, és elvonszolta magát egy telefonfülkéhez. Kijöttek a tűzoltók, megmentették, és kórházba vitték. Devern még néhány napig élt. Mielőtt meghalt, unokatestvére, Capone fegyverese, háromújú Jack White meglátogatta. Devern elmondta, hogy a Moran banda tagjai lőtték le. Farrell szerint a Valentin napi mészárlást White szervezte. Azt mondja, hogy a rendőr fiának meggyilkolásáért álltak bosszút. Sok jel erre mutat. Ha 7 embert megölnek egy műhelyben, akkor valaki biztos dühös, van egy egyértelmű indíték, valaki bosszút akar állni. Ez jó magyarázat, jól illik rá. Ha egy rendőrfiát megölött, számíthatsz rá, hogy meg lesz a következménye. Így van, ez megmagyarázza, hogy miért voltak rendőrruhában. Megölték egy rendőrfiát, egy rendőr szerez egyenruhát és rendőrautót, ami a munkához kell. Ez érdekes, azt mondod, igazi rendőr egyenruhák és valódi rendőrautó volt. Pontosan. Most először egy forgatókönyv látszólag választ ad a mészárlás minden rejtélyére. A Fretó fivérek szerint a bosszúvágyból elkövetett mészárlás logikusnak tűnik.
Mint bármilyen bűnesetnél, a legegyszerűbb magyarázat bizonyul igaznak. Ha egy magyarázat túl bonyolult, akkor valószínűleg rossz irányban keresgélünk. Igen, az egyenes út vezet leggyorsabban a célba. Így van. De mint minden lehetséges forgatókönyvnek, ennek is van egy szépséghibája. Sokan vitatták, de lehet, hogy 1929. február 14-ének reggelén háromujjú Jack White gyilkosság miatt börtönben volt. White szinte biztosan börtönben volt a Valentin napi mészárlás idején, de Ferel levele alapján és az alapján, amit a Cook megyei börtönről tudunk, ez nem lehetett probléma. Az emberek kibejárhattak a börtönből, mert az őröket megvesztegették. White nem mindenki szerint juthatott ki olyan könnyen a börtönből. Bizonyos állításokkal ellentétben a Cook megyei börtönnek nem volt nyitva az ajtaja. Értem. Az 1925-ben előforduló korrupció és problémák miatt a helyi hatóságok Chicagóban nem szokványos módon nem egy politikai talpnyalót neveztek ki a börtön élére. Igen. Kívülről kerestek egy elismert kriminológust, egy börtöntisztviselőt Indiánából. Oda jött, rendet csinált, és minden visszaélés megszűnt a börtönben. Egészen biztos, hogy a rendőrgyilkosságért elítélt Jack White-ot nem engedhették ki a Cook megyei börtönből. A Fretó fivérek számára a háromujjú Jack White-tal kapcsolatos forgatókönyv túl jó ahhoz, hogy ne legyen igaz. Így már nem üzleti gyilkosságról, hanem bosszúvágyból elkövetett bűncselekményről van szó. Ha a rendőr fia bekerül a képbe, akkor minden más háttérbe szorul. Ha csak üzletről lenne szó, ahhoz túlzottan indulatos gyilkosság volt. Megölték egy rendőrtiszt fiát. Megkapták a magukét. Hadd mondjak el még valamit az olaszokról. Általánosságban véve a gyermekeink a legfontosabbak az életünkben. A te gyereked, az ő gyereke a legfontosabb. Igen. Ez felülír mindent. Minden indítékot. Nyolcvan évvel a Valentin napi mészárlás után Johnny Fretó és családja megérti, hogy miért ragad magával minket ez a történet. Miért beszélünk Mansonről és olyan dolgokról, melyek a múltban történtek? Miért kerül szóba Marilyn Monroe? Miért emlegetjük, hogy Elvis Presleyt az árnyékszéken érte a halál? Mert szeretjük hallani a rossz dolgokat. Szeretünk véres és kegyetlen dolgokról hallani, mert annyira elidegenedtünk ezektől, hogy érdekesnek találjuk. A Fretó családnak azonban nem tetszik, hogy a gengszterekről alkotott kép szerint azok minden vitájukat fegyverrel oldják meg. A sztereotípia ellenére a valódi gengszterek, akikkel találkoztunk, igazi úriemberek voltak, és nem barbárok. Szerintem bárkiből lehet barbár, ha olyan helyzetbe kerül. Az emberek többsége, akikkel találkoztunk, elbűvölő volt. A vér nagy áldozat volt az apámnak, tudom, hogy igen. Nem hitt semmilyen erőszakban, azt mondta, mindenkit meg kell venni. Sokan úgy vélik, Al Capone pontosan ezt tette a Valentin napi mészárlás tervezésénél. Barátokat vett a pénzével, például az amerikai fiúkat, akik elintézték a munkát anélkül, hogy ő közvetlenül belekeveredett volna. Szerintem elég észszerűen hangzik, hogy a dolgot ő rendelte meg, vagy legalábbis ő tervezte. Még mindig nem tudom, ismerjük-e az összes szemét, aki elsütötte a fegyvert. Számomra nehéz elhinni, hogy Al Capone-n kívül bárki más elkövethette ezt a bűncselekményt. Capone-nak elege lett az északi oldal srácaiból, és ahelyett, hogy csak a vezetőt Morant iktatta volna ki, megpróbálta az egész felső vezetést egyszerre likvidálni. Az amerikai fiúkkal kapcsolatos elmélet a legnépszerűbb, mert megmagyarázza, hogy a gyilkos rendőröket miért nem ismerték fel. A városon kívülről jöttek. De számos támogatója van annak az elméletnek is, hogy a gyilkos rendőrök valódi rendőrök voltak, akik bosszút akartak állni. Ez nem feltétlenül volt egy jól szervezett bűncselekmény, csak a tökéletes részletek úgy alakultak, hogy valaki megúszta. A város korrupt volt, a rendőrség talán benne volt, és Al Capone tökéletes bűnbaknak bizonyult. Így az, aki valóban elkövette a bűncselekményt a műhelyben, elsétálhatott, és kilétére soha nem derült fény.
Abból a forgatókönyvből, hogy háromujjú Jack White szervezte a gyilkosságot, nem feltétlenül maradt ki Al Capone. Azt mondanám, hogy a legvégén ott volt Al Capone, aki megrendelte, de az ok a rendőr fia volt. Azt hiszem, tett valamit értük, segített nekik rendőröket hozni, és rábólintott. Fantasztikus indíték. Ha megölöd egy rendőr fiát, ez történik. Mindenki meghal. Ártatlan emberek fognak meghalni, ha megölöd egy rendőr fiát. Ki volt a felelős a Valentin napi mészárlásért? Imádom az apámat. Ő egyetlen egyszer sem hazudott nekem. Én azt tartom igaznak, amit ő mondott nekem. Az igazság egyszerű volt. Ki volt a rossz fiú? Ki viselte a fehér kalapot, és ki a feketét? Ebben az esetben a szívem mélyén biztos vagyok benne, hogy a rossz fiú aznap a rendőrség volt. Egyetértek Tomival. Az apámtól én is azt hallottam, hogy az igazi rendőrség tette. Te Chicagóban nőttél fel. Chicagóban nőttem fel, és mi is mindig úgy hallottuk, mi is mindig úgy hittük, hogy ez az igazság. Ami engem illet, én meg vagyok győződve róla, hogy a rendőrség volt, mert csak ebben van logika. Olyan egyszerű, ami ennek látszik. A rendőr fiának meggyilkolása volt az ok. Mára teljesen biztos vagyok benne. Ez volt az ok. A kívülállókban egy gengszter halála nem sok érzelmet vált ki, de felkelti a kíváncsiságukat. A maffia családok azonban nagyon másképpen gyászolják a halottakat. Arra gondolok, hogy ezeknek az embereknek is volt családja, hogy voltak gyerekeik. A valóságban akár az én apám is feküdhetett volna ott a földön. Johnny és Tommy Fretto apja 1967-ben rákban halt meg, abban az évben, amikor a Valentin napi mészárlás című film megjelent, és amikor vádat emeltek ellene csalás és emberölés miatt. Igazi családapa volt, imádta a családját. Azért volt nekünk nehéz rájönni, hogy mi történt, mert valamit olvasunk, de aztán odajött és megpróbálta elmagyarázni, hogy valóban mi történt. Láttam, hogy az apámat bűntudat gyötörte. Tudtam, hogy beteg, és megpróbálta elmagyarázni a gyerekeinek, hogy nem így van, hogy semmi köze nem volt hozzá. Bűnüldözés, folytonos hajtóvadászata minden gengszter életének része. Azokra, akik túlélték a Valentin napi mészárlást és a nyomozást, nem várt boldog vég. Jack G-puska McGurnre nehéz idők jártak a mészárlás után. Szőke alibi felesége elhagyta. 1936 Valentin napjának estéjén lelőtték. A gyilkosok egy cédulát hagytak, hogy elvesztette az állását, a pénzét, ékszereit és csinos házait, de a dolgok rosszabbul is állhatnának, legalább megmaradt a nadrágja. Fred gyilkos Burke életfogytiglani büntetést kapott a michigani rendőr meggyilkolásáért. Burke súlyos szívinfarktusban halt meg a börtönben. Al Capone szifiliszben és demenciában szenvedett, és hol börtönben, hol szabadlábon volt. Orvosa szerint szellemi kapacitása egy gyermekének felelt meg. 48 évesen szélütésben halt meg. Bugs Moran mindannyiukat túlélte, és 65 évesen tüdőrákban halt meg. A mészárlástól számított 30 éven belül minden fontosabb szereplő és gyanúsított halott volt. Ez nem gátolt meg, és most sem gátol meg senkit abban, hogy megpróbálja megfejteni a történteket. Mindenki szereti a gengszterekkel kapcsolatos jó történeteket, különösen, ha nem lehet különbséget tenni a jó és a rossz fiúk között. Sok évet töltöttem el azzal, hogy az apámról alkotott képet megváltoztassam, hogy lássák, derék és igaz ember volt. Azt hiszem, megmutattuk, hogy üzletemberek vagyunk, és hogy jó és erkölcsös emberek vagyunk. Azt szeretnénk, hogy az emberek ilyennek lássanak bennünket.
Narrátor Kassai Károly, munkatársak Bécsini Augustin Eszter, Férntány Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Koch Zita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.